összefoglalót kérnék szépen, hogy mi zajlott itt, mi lett a döntés? A Vas megyei főügyészség indítványt tett annak a nőnek a letartóztatására, aki bottal és kézzel testszerte és a fején bántalmazta a házastársát a megalapozott gyanú szerint. Erre az eseményre a gyanú szerint 2021. július 13-áról július 14-ére virradó éjjel került sor a házas pár otthonában, ami egy Szombathely közeli településen található. A sértett, aki egyébként egy időskorú, mozgásában korlátozott személy, a bántalmazás következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen elhunyt. A főügyészség a mai napon indítványt tett a rendőrség előterjesztése alapján a nyomozási bíró előtt a nő letartóztatása érdekében. A nyomozási bíró elrendelte a kényszerintézkedést a szökés-elrejtőzés veszélyre figyelemmel egy hónapra. Ezt a döntést az ügyészség tudomásul vette, a védelem pedig fellebbezett, így nem jogerős. Korábban volt itt mentő, mert úgy tudom, hogy többször is kellett hívni mentőt és rendőrt. Hát volt. Azok is veszekedések után voltak? Hát igen. Hát én nem mondottam, hogy az egy nagyon szorgalmas, dolgos ember volt. Még a Marikávos Józsi nem ad is semmi gond, még nem kezdett el inni annyira, hogy túljött a célom. Mikor kezdett ő el inni? Ja, nem tudom, hát most már elég régóta nyomatja. De mondjuk amikor elment nyugdíjba, utána kezdte, vagy még munka alatt is? Munka alatt nem mondok semmit se. Hát nem tudom, az 5 éve biztos volt már. Azt itt az utcán, mint szemközti szomszéd észrevette, hogy a hölgy mikor ivott? Tehát azt mondjuk tudhatták, hogy mikor részeg? Hát, ezt tudta mindenki, hát az illeti volt is itt, tehát az út közepén. Úgyhogy persze. Az igaz, hogy hangosan szidalmazta a férjét és néha bántalmazta is? Igen. Igen. Miben merült ki ez a bántalmazás? Tehát hogyan bántalmazta ő? Hogyan bántotta hát a férjét? Hát én ezt, hogy bánt, mit csinált, azt nem tudom, de... Állítólag az utcán is történt. Az utcán is, igen, persze. Hát mondom, hogy volt olyan, hogy a gyárok alattá ütöttő várta itt a járdán. Úgyhogy... Hívtak-e rendőrt hozzá például? Én hívtam egyszer. Szerintem legelőször. Mi történt? Semmi. Kijöttek, ennyien bánja, hogy valami. Lementek. Talán megint azt csinálta, megint beszóltam. Kijöttem, én lementek, az kéz vége. Ezután már nem hívott rendőr? Én megfogadtam akkor, hogy akarom csinálni, ki nem szólok senkire. Nem. Másra számított akkor, gondolom, amikor kihívta a rendőrséget, azt persze gondolta, hogy megszüntetik ezt az állapotot. Így van, ugye? Így van. Az itt már viszik valami leszbeli, vagy valami, de semmi. Az igaz, hogy azóta már többször is volt rendőr és mentő is? De volt. Hát, akkor is bántam. Mert volt így eset, én így, hogyha normálisan alszok, akkor én nem veszem észre, hogy itt kijár, vagy mit csinálnak. Jogta mindenki, hogy a Marika mit művel, mit csinál, szóval ez nem volt zsákba macska. És ennek ellenére ők szerették egymást, ezt tudja, hogy miért nem váltak el? Az elején Laci nagyon szerette szerintem azt a nőt. Aha. Aztán most utólag, hogy hogyan volt, tudom. Mikor látta ön utoljára Lacit, Lászlót? Hát nem mostanában volt akkor először. Hát szerintem a 2-3 vagy egy hónap ős, hogy járók lett egy sétált arra meg vissza. És akkor azt hallottuk itt az imént, hogy ő munka közben lett rosszul és agyvérzést kapott, ez igaz? Persze. Az is igaz, hogy nagyon jó munkás volt, tehát nagyon keresettek volna. Nagyon, mert szóval hallás, hogy nyilat változott, hogy dolgozott mindenben. Rengeteget dolgozott a Laci. Azt is mondták a faluban, hogy mind a ketten az alkohol rabja voltak. Én nem akartam állni rá, hogy a Laci is, hogyha így le volt robbanva, és van is volt.